De itt szerintem csak annyi történt, hogy véletlenül nem figyeltek oda egy egyességnél, hogy van még 3,5 millió embernek érzékenysége. Csak ennyi volt, ez nem olyan nagyon nagy buli. Egyébként most az én véleményem erről az, egyrészt itt nem a rádiók minőségéről volt szó, hogy jól csináltuk-e, vagy rosszul csináltuk. Nem ez volt a lényeg. Ugyanakkor, hogy mondjam, fel is lehet tenni ezt a kérdést, hogy és egyébként ez miért nem szempont? De most nem ez a szempont, most abszolút nem ez a szempont, hanem az a szempont, hogy itt gazdasági dolgokra hivatkoznak, csak ezek meghamisított dolgok. Hmm. Tehát effektíve, és gyerekek, megint elmondom és hangsúlyozom, tehát mi 19-én már nem leszünk az éterben. De mondjuk tessék megnézni, hogyha ők elkezdenek rádiózni egy év múlva azokat a bevételeket, amelyeket produkálnak, és tessék megnézni minden gazdasági labban bárhol megtalálható, hogy a Slágerrádió mennyit fizetett be az elmúlt. Most nézzük csak az elmúlt 2 évet, és összehasonlítani a 2 számadatot. Igen, ez önsorsrontás. Tehát itt lehet százalékokkal nagyon-nagyon bűvészkedni, rodolfoskodni, de az a pénz, az a forint mennyiség, ami befolyt... Na hát erről van szó, okos a kérdés. Szó. Minek az 50%-a? És ez a trükk az egészben, ez a nagy trükk. De ez egy részletkérdés, a fő kérdés az hogy az egyik nem kapná meg a rádiót, ha a másik nem. Hogyha nem egyeznek meg így ez a keresztbe szavaz,